Minden ország labdarúgó bajnokságának megvannak a saját rivalizálásai. Spanyolországban például az El Clásico, vagyis a Real Madrid és a Barcelona mérkőzése. Angliában például a Manchester United és a Manchester City, vagy akár a Liverpool-Everton találkozása. Hazánkban is van egy híres mérkőzés, mégpedig az Újpest és a Ferencváros összecsapása. A derbi néven egész Európában elhíresült mérkőzés olyannyira a magyar labdarúgás részét képezi, hogy még az is, aki nem követi a sportot, tisztában van azzal, hogy a két egyesület szurkolótábora nem szimpatizál egymással. Viszont manapság egyre kevesebben tudják, mi áll ennek az egésznek a hátterében. Ebben a videóban ezt fogjuk bemutatni, és azt, hogy mitől sokkal különlegesebb ez az összecsapás, mint bármelyik másik a világon. Általánosságban, ha két labdarúgó csapat rivalizálásáról beszélünk, annak mindig két fő oka szokott lenni. Vagy az, hogy a bajnoki címért folyó versengés miatt alakul ki, vagy a két klub ugyanabban a városban van, tehát földrajzi elhelyezkedés miatt. Nos, ezek közül egyik sem igaz a két magyar egyesület harcára, ugyanis teljesen mások voltak a kialakulásának a hátterében. Újpest egy Pesttel határos területen vált önálló községgé 1840-ben, majd 1907-ben pedig várossá. A fővároshoz pedig 1950-ben csatolták, amikorra meg már a rivalizálás a két egyesület között kialakult. Tehát ha szigorúan nézzük, az már nem lehetett ok, hogy egy városban van a két csapat. Ha pedig a bajnoki versengés lenne a kiváltó ok, az megint csak nem lenne igaz, ugyanis nem volt nagy harc a bajnoki címért az első évektől kezdve. Az újpesti torna egy lett, habár 1885-ben jött létre, labdarúgással csak 1899-től kezdtek el foglalkozni, és akkor sem az volt a fő tevékenységi köre a csapatnak. Ehhez képest a Ferencváros már az alakulástól kezdve a labdarúgás helyezte a középpontba. Ezért is fordult elő, hogy a legelső hivatalos magyar bajnokságban, 1901-ben, az Újpest csak a másodosztályban kapott szerepet. A Lilák számára 1905-ben fordult elő, hogy a legfelsőbb szinten versenyezhettek, amikorra meg már a Ferencváros bezsebelt két bajnoki címet is. Na de akkor mégis mi az oka a rivalizálásnak? A viszony a két csapat között az 1950-es évek elején romlott meg igazán. Bár addig sem szimpatizált egymással a két szurkolótábor, ugyanis míg az Újpest inkább egy feltörekvő vidéki csapatnak számított, addig a Ferencváros a főváros egyik legnépszerűbb klubja volt, és így egyenlő volt a profizmussal a köztudatban. A kommunizmusban a labdarúgó klubokat kormány általi felügyelet alá vonták. Ráadásul a legtöbb esetben a nevüket is megváltoztatták. Fradiból először Édosz Ese lett, majd pedig Budapesti Kinizsi. Az Újpestből pedig Budapesti Dózsa, majd pedig Újpesti Dózsa. Ráadásul a Lilákat kinevezték a rendőrség csapatának. A belügyminisztérium egyesületeként közutálat tárgya lett. A nép szemében az Újpest testesítette meg a hatalmat, míg a Ferencváros pedig az ellenállás szimbolizálta. Ráadásul mindezt egy olyan időben, ahol az embereknek nem volt sok lehetőségük a rendszerrel szembe menni. Ezért még jobban felértékelődött bármi, amivel kiállhatnak törvényesen a kommunizmus ellen. Ennek következtében a Ferencváros egyre népszerűbbé vált. Erre meg még az is rátett egy lapáttal, hogy a Lilák dózsaként élték az aranykorukat. 1967 és 1980 között 9 bajnoki címet hódítottak el. Pont akkor, mikor a kormány támogatását élvezték. Ezek az események alapozták meg az 1900-as években megjelenő ultramozgalmaknak a terjedését Magyarországon. Angliában és Olaszországban egyre nagyobb teret nyert magának az efféle fanatizmus, hazánkban viszont csak az 1900-as évek végéhez közeledve jelent meg. A szurkolók rigmusokat énekelve buzdították az egyesületeket a lelátón. Hatalmas molinókkal és látványos koreográfiával éltették a csapatukat. Viszont ezzel együtt megjelent az erőszak is és a gyűlölködés. Innentől kezdve pedig megállítani nem igen lehetett már a mozgalmat. Ma már nincsen Kinizsi, sem pedig Dózsa, de a rivalizálásuk az nemzedékről nemzedékre szállt és beleívódott a magyar társadalomba. A két egyesület mostani találkozása nem csak a történelmi háttere miatt lesz igazán pikáns, hanem a bajnoki címért folyó verseny miatt is. Hiszen a tabellán a Ferencváros az első, az Újpest pedig a harmadik helyet foglalja el. És jelenleg mindössze 2 pont van köztük. Ráadásul mindkét csapat vezető edzője szerb származású, és Stankovics az első derbijére készül. A két csapat összesen 294 alkalommal találkozott egymással, ebből 147-szer a Ferencváros, 77-szer pedig az Újpest győzött. Szerintetek ki nyeri meg az idei szezon első magyar derbijét? A válaszaitokat írjátok le kommentben! Az utóbbi időben észrevettük, hogy a nézőink közel 73%-a nincs feliratkozva ránk. Nem titkolt célunk a 100 000 követős mérföldkő elérése a csatornán, és ha bár tudjuk, még messze járunk tőle, megköszönnénk, ha egy feliratkozással támogatnád a munkánkat, és ezzel is segítenél elérni a célunkat.
Természetesen amennyiben tetszett ez a videó, és szeretnél még több érdekességet és hihetetlen történetet hallani a labdarúgásról, előre is köszönjük! Hajrá magyarok, hajrá félidő!